Az elmúlt két évben még egyszer sem utaztam olyan sok időre, hogy konkrétan mosni kelljen egy utazás alatt, viszont nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezen a szálláson van mosógépünk, szárítógépünk, és nagyon gyorsan működik minden. Viszont itt vagyunk Los Angelesben. A következő 10 napot itt fogjuk eltölteni, ez lesz az utazásunknak a leghosszabb időintervallum, amit egy városban fogunk tölteni, és majd ezután lesz még egy megállunk, az lesz az utolsó, viszont úgy éreztük, hogy a 10 nap az kell mindenképpen erre a városra. Ma valószínű a legfőbb látványosságot fogjuk megnézni, ami nem más, mint a Venice Beach. Az egyik legfőbb látványosságot fogalmazunk így. De előtte még gyorsan tusolás, ugyanis voltunk edzeni, amit láthattátok. Szerintem ez Los Angelesben az a hely, ami így talán így a leg, nem is az, hogy turistásabb, de a legelterjedtebb. Úgyhogy itt fogunk most egy kicsit körbenézni, és le is megyünk az óceánpartra. Én még az Atlanti óceánban nem is fürödtem, úgyhogy biztos, hogy elmegyünk egyet fürdeni. Na go! Hát mondhatom azt, srácok, hogy ez a legnagyobb strand, amin valaha jártam. Egyszerűen végtelenségig megy hátul a homok, és olyan nagy, és szerintem egyébként összességben rengetegen vannak itt, de itt olyan, mintha üres lenne az egész. Hát srácok, talán két vloggal ezelőtt mondtam azt, hogy Amerikában annyira stresszmentes minden, de így körbenézve így már érthető a dolog, mert egyszerűen ez annyira egyedi, hogy ez hihetetlen. Baj. Jó, hát ez majdnem a kamerába került. Hűvösebb, sokkal hűvösebb, mint mondjuk egy tenger, de hát nyilván, hogy óceánról beszélünk. De nem tudom, nem fürdünk? Ha megnézhetjük. De egyet fürödjünk? Ha már itt vagyunk. Nem itt, hogyha 10 nap alatt nem lehetne. De ez gyorsan kell, ez gyorsan, hideg vizet gyorsan kell. Befutunk, Peti, gyere! Ez azért nem fair, mert ők már hetek vagy hónapok óta hidegvízbe fürdenek reggel. Én meg nem. Még láttam? Hideg ez. Jó lesz ez, jó lesz. Na jó. A következő hullám után... Nem, ez a mi hullámunk, ezt ugye most már felszívja. Ó, nem. Ezzel el, ez lett volna. Három. Kettő. Várj, egy hullám. Egy. Ne! Srácok, hát ezt tudom, hogy ez most így erős kijelentés ilyenkor, de meg nyilván elmúlna egy hónap után, de én itt most szívesen laknék. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon vibe-os hely. Nagyon... annyira egyedi. Nagyon egyedi. Hát problémába érkeztünk, hogy Dávid próbál drónozni, de sehol nem enged minket felszállni. Úgyhogy hát sajnálom, srácok, ezt fentről nem tudom nektek megmutatni, pedig fotózni is akartunk drónnal, videózni, de ez már elmarad. Úgyhogy menjünk tovább a Santa Monica Pier felé. Hát elvesztettem a papucsomat, srácok, úgyhogy ez valahol itt a strandon van, vagy bevitte a víz. Viszont átsétálunk. Benni azt mondta, hogy ezek parti örök, vagy vízimentők. És valószínűleg azért is nem tudsz felszállni, kisbarátom, mert nagyon sűrű járkálnak itt a helikopterek. És hogyha én is menteni akarok? Ó, hát ezt beszélt meg vagyok. Mondjuk megmentettem volna szívesen ezeket a felvételeket. Engem kimenthetsz holnap a vízbe. Az ott lehet az én papucsom. Zoomoltál? Nekem az, hogy rá kell zoomolni. Hello, hello. Itt
Időközben sétáltunk körülbelül egy 2-3 kilométert, és most oda megyünk a Santa Monica Pierre, amint mondtam. Na most ez annyira nem volt közel, úgyhogy visszafele biztos, hogy valamilyen vagy ilyen elektromos rollerek mennek végig, nagyon sok gördeszkás van, nagyon sok görkor is van. A görkor is konkrétan úgy közlekednek itt, hogy a kezükben van egy dokkoló, egy hangfal, és zenére közlekednek végig az egész parton. Nagyon kevés szemét van egyébként. Szóval pontos az ellentétje annak, ami San Franciscóban előfordult, azért az is túlzás, hogy ott full szemét minden, de ott azért volt egy kettően utca, ami azért úgy bőven szemetes volt. Itt annyira figyelnek a rendre, a tisztaságra, hogy ez hihetetlen. Ez nem az a izé? Ja, vágom. Ez nem az a gyűrűs cucc? De, ez nagyon durva. Körülbelül egyébként egy fél órája köröz felettünk egy helikopter, és több embert is látunk zseblámpákkal, olyan, mintha valakit keresnének. De időközben megérkeztünk a kikötő sétányhoz. Jaj, eldöglök. És állítólag ez olyas, mint egy majális. Szóval nagyon sok, hát ugye van az óriáskerék, vannak ilyen célba lövöldék, mindenféle lehet kajálni, piálni. Úgyhogy itt fogunk most egy kicsit körbe lesni. Meg lehet, hogy eszünk is valamit, mert a srácok meg én is éhesek vagyunk. Bár egyébként van a szállásunkhoz közel egy nagyon olcsó bolt. Hát ez mi a jó Isten volt, gyerekek? Ami kimondottan érdekes, az az, hogy amint tudjátok, a hatalmas nagy világsztárok, a hatalmas nagy celebek mind Los Angelesben laknak. Egyébként inkább arra fele, Malibu felé. És ez is kicsit így, nem tudom, amióta eljöttünk otthonról, bennem kicsit benne van az, hogy most tényleg van esély arra, hogy valamilyen nagyon-nagyon ismert emberrel összefuthassál itt, és esetleg ők is nem... Azt se gondoltam volna, hogy ennyire egyébként meg fog fogni ez a hely. Szóval, hogyha most lenne hirtelen csettintésnyi összeg, amit elköthetnék, akkor biztos, hogy vagy egy ingatlant, vagy valamit vennék itt azonnal, mert el tudom képzelni azt, hogy például nyaralni. Élni nem, de nyaralni biztos, hogy jönnék ide. És amint mondtam, nem gyalog fogunk visszamenni, hanem képzeljétek el, hogy Beninek a telefonján, ő otthon szokott Budapesten rollerezni, és ugyanaz az applikáció működik itt is, úgyhogy valószínűleg elektromos rollereket fogunk bérelni, és azzal fogunk visszarollerezni a szállásunkra. Erre mondjuk tényleg ott van kettő. Kivéve a srácok még alszanak. Viszonylag kora reggel van, mert most 9 óra van nekünk, ezt korának számít, hát abban nagyon sokáig fenn vagyunk. Én például tegnap, fú, milyen fejem van. Én például tegnap éjjel 2-ig vágtam, úgyhogy ilyenkor én is megértem, hogy esetleg, hogy ők is fenn vannak, meg akkor hagyom őket reggel pihenni, és nem szekálom őket, ők se szekálnak engem, hogyha például én vágok. Szóval kimondott a rendesek a srácok. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a vlogot is. Tudnotok kell, hogy talán most kezdem egy picit azt érezni, így nekem ez most a 11. videó, amit felveszek, én most megy előre járok, hogy kicsit, még nem sok, de azért már úgy kicsit így nyögve nyelősen kezd, hogy kicsit így rugdosni kell magamat, hogy na minden nap videózzak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszenek nektek ezek a vlogok, és nézitek. Ha még nem vagytok feliratkozva, kiratkozzatok fel, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Mi történik ott?